Nemzetbiztonsági kérdés az élelmiszerbiztonságunk, aminek az alapja a föld és a magyar kézben lévő élelmiszertermelés. Nemzetbiztonsági kérdés a vízellátás biztonsága, a vízbázisok. Nemzetbiztonsági kérdés a környezetbiztonság, amihez hozzátartoznak azok a természeti értékek, amelyek az erdőkben testesülnek például meg. Az az értékes környezet, a természeti környezet maga, ami a környezetbiztonságunkat megteremti. Világosan kirajzolódik egy olyan kép, hogy ezeknek a stratégiai jellegű eszközöknek, nemzetbiztonsági jelentőségű eszközöknek a megszerzéséről van most már szó. Ez a végső állapota az ország kirablásának minden eszközzel, és itt tényleg minden eszköz megengedett, meg kell akadályoznunk, hogy ezek a nemzetbiztonsági szempontból legjelentősebb stratégiai elemek is ennek a rablóbandának a kezébe kerüljenek. A termőföld az a haza szerves része. A termőföld az anyaföldünk, és az anyaföld az semmilyen körülmények között nem kerülhet idegen kézbe, és nem eladó, mert ha eladjuk, azzal együtt a hazát adjuk el. Ilyen értelemben a termőföldnek az ilyen típusú kiárusítása számomra egyenlő a hazaárulás fogalmával. A nemzeti földalap tulajdonképpen arra jött létre, hogy a családi gazdaságokat földalaphoz juttassuk, hogy a birtokokat össze tudjuk rendezni, hogy a családi gazdálkodást meg tudjuk erősíteni, hogy a fiatal, induló gazdák számára földet tudjunk biztosítani egy olyan átalakuló helyzetben, amikor gyakorlatilag a nulláról kellett indítani újra a családi gazdálkodást. És ezt az eszközrendszer teljesen másra használja. A eladni szándékozott állami földeket nem helyrajzi számonként hirdeti meg a Nemzeti Vagyongazdálkodási ZRT, hanem úgynevezett értékesítési egységben. Összevon adott esetben 70-80-100 helyrajzi számot, 7-8-10 település határában. A legnagyobb ilyen értékesítési egység, amivel én az utóbbi időben találkoztam, ez Bábolna kirablása kapcsán tetten érhető. Ott közel 6000 hektárnyi területet vontak össze, több mint 80 helyrajzi számot egy ilyen értékesítési egységbe. 7-8 település határában, és a kikiáltási ára 1,4 milliárd forint volt. Nyilvánvaló, hogy az a gazda, akinek a szomszédjában van, teszem föl ebből a 6000 hektárból egy 10 hektáros darab, amivel ő ki tudná egészíteni a birtokát, és valóban versenyképes méretet tudna ott kialakítani helyben, esélye nincs ennek a gazdának, hogy erre ajánlatot tegyen, mert akkor tud a 10 hektár földre is csak ajánlatot tenni, ha az egészre ajánlatot tesz. Jellemző az arroganciára, hogy amikor a parlamentben fölvetődik a viták kapcsán, hogy nem erre kell használni a nemzeti földvagyont, hanem épp a családi gazdálkodás megerősítésére, akkor azt mondják arrogáns módon a hatalom képviselői, hogy társuljanak a gazdák, álljanak össze és tegyenek ajánlatot erre a földre. Ugye nagyon életszerű az, hogy 8 település határában egymást nem ismerő gazdák egy olyan helyzetben, amikor jelzálog van a házukon is, a birtokukon is, mert az elmúlt 8-10 évben tökéletesen tönkretették ezeket a családi gazdaságokat, hogy ebben a helyzetben ezek a családi gazdaságok képesek lesznek összeadni az 1,4 milliárd forintot egy mondjuk egy hónapos időszak alatt, amíg kifüggesztésre kerül ez a bizonyos földterület. Senki más, csak a spekuláns tőke tud erre ajánlatot tenni, és ez a folyamat zajlik. A bábolnai gazdaság állami irányítású tönkretételével kapcsolatban az elmúlt 10 évben az állami számvevőszék 9 esetben jelezte a jelentéseiben, hogy borzasztó nagy probléma van. Számításaim szerint ez a folyamat több mint 100 milliárd forint kárt okozott eddig a magyar államnak. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjának az elvétele a 170 milliárdos összeget képvisel. Az állam maga, a tőkés társaságok érdekkijárója, és a földvagyon megszerzéséhez a feltételeket megteremtő aktor ebben az egész folyamatban olyan feltételeket teremt, hogy a kisközepes családi gazdaságok, egyáltalán a helyi közösségek önként ajánlják föl azokat az erőforrásokat, amelyeket a családi gazdálkodás megszerzéséhez vagy megerősítéséhez szereztek vissza, és ezeket egyen irányítja bizonyos spekuláns tőkés körök irányába. Ha megnézzük, hogy
Magyarországon a lehetséges alanyag közül kiadósodott el, akkor teljesen világosan kiderül, hogy a bankrendszer. A bankrendszer pedig nem magyar, mert 90%-ban külföldi kézben van. Tehát lényegében az történt, hogy átadtuk Magyarország pénzpiacát, átadtuk a magyar emberek és vállalatok finanszírozásának a lehetőségét és jogát. Átadtuk az ország pénzkészlete feletti rendelkezést. Átadtuk a tőke irányításának a lehetőségét. Egy olyan szervezeti körnek, amelyik tetszés szerint alakítja az ország adósságállományát. Ha saját magát eladósítja, akkor azt mondja, hogy az ország adósodott el. És ezzel a politikát az orránnál fogva vezeti olyan célra, amit ő szeretne elérni. És sajnos politikusaink ezt a világot valahol ilyen-olyan eszközökkel eltűrik, mert vagy mellette szavaznak, vagy nem szavaznak ellene. Magyarország úgy állapodott meg az európai közösséggel, és ez egy nagy hiba volt. Ezt be kell lássuk. Talán a tárgyalók egy része sem látta világosan, hogy mit is kockáztatunk, hogy hozzájárult Magyarország ahhoz, hogy a föld a tőke szabad áramlása kategóriájába kerüljön. Talán rövid távon is van esélyünk, ez a külföldiek és a tőkéstársaság földvásárlási moratórium a határidejének a kitolása. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a magyar kormány nem kezdeményezte mindez ideig. 2009 nyarát írjuk, 2011. január 1-ével megnyílna a földpiac, és liberalizálódna, és ezen a földpiacon bárki bármilyen tőkerővel ajánlatot tehet a magyar földre. Egy olyan viszonyrendszerben, amikor kivéreztetett a magyar gazdatársadalom, kivéreztetettek a közösségek, és olyan helyzet van, hogy még ha tudja is, hogy tulajdonképpen öngyilkosság, mégis egy adott ajánlat esetében föl fogja ajánlani a földjét ennek a tőkének. Nos, ilyen körülmények között Magyarország nem kezdeményezte még ennek a moratóriumnak a kitolását, ezért is mondjuk azt, hogy minden perc, ami ez alatt a kormány alatt zajlik, hihetetlen időveszteséget jelent, és egyre mélyebbre jutunk, ahonnan egyre nehezebb lesz kijönni, ugyanis a váltás után azonnal kezdeményeznünk kell az európai közösségben egy megalapozott elemzés alapján, hivatkozva mindazokra a körülményekre, amelyek alapján mi annak idején is moratóriumot hirdettünk, kezdeményeznünk kell ennek a moratóriumnak a kitolását. Harmadik ilyen eszköz, amivel az európai országok is élnek, a nemzeti szabályozás. Az európai jogrend alapján azt, hogy kiműködtet Magyarországon mezőgazdasági birtokot, ezt mi magunk szabályozhatjuk a saját viszonyainknak megfelelően. Ilyen dolgokra kell gondolni, és ezt meg is fogjuk tenni abban a pillanatban, ahogy változás lesz, ez az önvédelemnek az alapeszköze ugyanis, csak az működhet, tethet Magyarországon birtokot, mezőgazdasági üzemet, aki helyben lakik. Még csak nem is az országon belül máshol, hanem ott. Kettő. A helyi közösségben akarok részt venni ezzel a tevékenységgel. A helyi közösségnek jogokat kell szereznie arra a szabályozás révén, hogy meghatározhassa, hogy kit enged be oda a közösségbe a saját földjei használatára. Tehát akár a gazda közösségek hozzájáruló nyilatkozata kell, akár az önkormányzatok, több eszköz is van, amelyek révén a helyi közösségek érdekeit ebben a folyamatban érvényesíteni lehet. Három. A mezőgazdaság az nem agribiznisz, hanem agrikultúrának hívják sokféle nyelvben. A földhöz, az ágerhez kötődő kultúráról van itt szó. El kell tehát sajátítsa a helyi viszonyoknak megfelelő agrikultúrát, földhöz kötődő kultúránkat. Ezt pedig máshol nem teheti meg, csak itt. Itt tehát neki olyan tanulmányokat kell folytatnia, vagy olyan gyakorlatot kell szereznie, és olyan papírt kell erről bemutatnia, ami igazolja, hogy ő elsajátította a helyi agrikultúrát, a helyi gazdálkodási megoldásokat, és ezt ugye adott esetben nyilvánvalóan Magyarországon, magyar nyelven egy aranykalászos gazdatanfolyam elvégzésével, vagy egy ha magasabb szinten akar jogosítványokat szerezni a gazdálkodásra, főiskolai, egyetemi szinten szerezheti meg ezt a tudást, és az erről szóló dokumentumot csatolnia kell
a birtok működtetéséhez. És az a birtokos, aki ezeket teljesíteni tudja, az már majdnem bent van a saját közösségünkben, az oda tartozik. Az már a sajátunként is kezelhető, de ahhoz, hogy ezek az eszközök egyáltalán szóba jöjjenek, ahhoz vissza kell szereznünk az államunkat. Az első lépés, és addig nem érdemes semmi másról beszélni, hogy vissza kell szerezzük a multinacionális tőke helyi rezidenseitől az államunkat, a közösségek államát. Volt egy év nem olyan régen, a 2000-es évek közé sorolható, amikor a Nemzeti Bank kimutatása szerint a nemzeti számlákban egyik évről a másikra visszamenőleg korábbi évben megváltozott az ország kötelezettségi állománya. Mennyivel? 1400 milliárd forinttal. Nos, körülbelül akkor annyi volt az összes magyar szántóföld értéke. Tehát összes magyar szántóföld értékével csak úgy lazán a statisztikai számbavétel értéke megváltozott terhünkre. Vagy éppen most, amikor vesszük fel ezt a filmet, látható az adatokban, hogy egy sor, egyszerű sor, így hívják, kihagyások és tévedések egyenlege. Lazán 7 milliárd euró. 7 milliárd euró. Terhünkre. Megnézzük, hogy 2007 és 2008 között a számbavétel bizonyos adósság jellegű instrumentumok tekintetében december 31-én éjfélkor és január 1-én 0 órakor hajnalkor a kettő között majdnem 10 milliárd eurónyi különbség mutatkozik. Miért? Ki tudja. Terhünkre. Létrehozott a Magyar Villamos Művek ZRT néhány esztendővel ezelőtt Vásáros Naményben egy korlátolt felelősségű társaságot, a Kárpát Energo Kft-t, a Kapolyi László szocialista nagyvállalkozó tulajdonában lévő System Consulting Kft-vel közösen. Kapolyi úr az orosz államadósság lebontásából származó erőművi turbinákkal szállt be a vállalkozásba, majd tovább csökkentette a részesedését, és biztosítottak az MVM számára nagyobb mértékű befektetési lehetőséget. De ez nem volt elég. Hanem ezen kívül a Magyar Villamos Művek Részvénytársaság a Vásáros Naményi erőmű megépítését elősegítendő, mintegy 20 milliárd forint nagyságrendű kölcsön, tagi kölcsönt is biztosított a leány vállalatának. Ez a leányvállalat a kölcsön számlára való megérkezését követően ezt a pénzt tovább utalta egy luxemburgi bejegyzésű gazdasági társaságnak. Ennek a pénznek egy része tovább utazott egy Kajmán-szigeteki gazdasági társasághoz, de ennek a luxemburgi társasághoz, a Kárpát Energótól átutalt pénz egy része, az visszakerült a Magyar Villamos Művek számlájára olyan megjelöléssel, hogy ez az MVM tulajdonában lévő privatizálandó vértesi erőmű egyes számú vételár részletének a kiegyenlítését szolgálja. Akkoriban ugyanennek a vértesi erőműnek a privatizátora, aki megkívánta vásárolni, az megint csak a szocialista nagyvállalkozó Kapolyi László által tulajdonolt System Consulting. Mintegy 60-70 milliárd forint jön össze egy másfél év leforgása alatt a Magyar Villamos Művek környezetében, amely kikerült a közösség kezéből. És akkor ehhez tessék hozzátenni, hogy a különböző megszorító intézkedésekre úgymond a nagy állami erőforrásgyarapító rendszerek átalakítására, igazságosabbá tételére irányuló döntések miatt elvonásra kerül a szolgáltatást igénybe vévő emberektől, hiszen az ő zsebükből veszik el, mert ezt a szolgáltatást vagy megfosztják őket magától a szolgáltatástól, vagy a későbbiekben térítés ellenében vehetik igénybe. Adótörvény. A
2009-es adótörvényről van szó, ugye az offshore cégek az adóparadicsomokban létrehozott cégek, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy adót kerüljön el, a közterviselést elkerülje az offshore cég tulajdonosa, és amelyeken keresztül kétes eredetű pénzeket, korrupciós pénzeket, privatizációs folyamatokból származó pénzeket tisztára lehessen mosni. 2008. november 19-én, amikor Bodolák György, MSZP-s képviselő, a parlament gazdasági bizottságának elnökeként, aki egyébként csepeli MSZMP pártitkár volt, beterjesztette ezt a úgynevezett gazdasági bizottsági módosító indítványt, ami nem csak azt tartalmazza, hogy aki a kimentett vagyonait, ilyen-olyan-amolyan módon kimentett, offshore cégekbe mentett vagyonait hazahozza, annak egyszer kell egy minimális összeget megfizetni, ez 5-10% attól függően, milyen formában hozza haza ezt a vagyont. Nem csak ezt ígéri, hanem a következőket ígéri. Azt mondja, hogy vagyongyarapodásnak nem minősül a hazahozott vagyon. Szó szerint ezt mondja a 2009-es, most érvényes adótörvényünk. Vagyongyarapodás később sem állapítható meg, mondja ugyanez ez az adótörvényünk. Adó ezzel kapcsolatban a későbbiekben sem állapítható meg. Vagyis az APEC ennek a társaságnak a közelében nem mehet, e szerint az adótörvény szerint. Sőt, ami talán a legdöbbenetesebb, és itt már én magam is az Alkotmánybírósághoz fordultam, hogy büntetőjogi felelősségre nem vonható az illető, ha hazahozza az ilyen-olyan-amolyan módon szerzett vagyonát, vagyis az adótörvénnyel fölülírja a büntetőtörvénykönyvet is. Ez jelzi egyébként a jogrendszerünknek az állapotát. Amit most megél a magyar társadalom, az egy rendkívül fondorlatos módon előre megtervezett kirablása. Most már nem csak a magyar nemzeti vagyonunk kirablása, hanem a magyar családok kirablása is. A ma délután majd a parlament többsége elfogadja a vagyonadóról, az ingatlanadóról szóló törvényt, és ezáltal sok százezer magyar családot lehetetlen helyzetbe fog hozni, hiszen már a euró vagy svájci fran alapú hitel törlesztését sem tudja fizetni nagyon sok család. Miből fog akkor még a adózott jövedelméből egész élete munkáját jelentő családi háza után vagyonadót fizetni? Semmiből nem fog tudni. És ebből következik majd egy idő után, hogy a magyar állam az önkormányzatokon keresztül el fogja venni a magyar emberektől a saját otthonukat. De ez a törvény megengedő, nagyon megengedő, mert meg fogja engedni, hogy egy ideig, talán 3 esztendeig nem piaci, hanem egy szociális irányelvek alapján megszabott bérleti díjat fizessen majd a saját lakásában, ha ott akar tovább maradni. És majd 3 év eltelte után ez a bérleti díj, ez piaci alapú bérleti díjjá fog átalakulni. A nemzeti vagyonnak, a termelői vagyon közgazdászok szerint becsülten 20%-a. Tehát csak 20%-a. A lakás vagyon viszont 40%-a. Tehát kétszerese. Tehát nagyobb üzlet, és azért hajtanak rá, mert ez zsírosabb zsákmány, mint a termelői vagyok. Kétszer olyan értékű. Hát nem véletlenül makacsul ráhajtanak, és erőltetik, és keresztül verik, mert ezzel lehet a lakosságot még kirabolni. Simon Peres segített nekünk ebben, amikor egy olyan megfogalmazást tett, amely legalábbis gyanakvásra ad okot. Manyen, mit is anachnu eretz tana besach hakol. Ve kanira shekasher lanu mod ye liot eretz tasiatit.
Nemzetbiztonsági kérdés, önvédelmi kérdés az, hogy ennek a folyamatnak vessünk véget. Minden alkotmányos eszköz megengedett, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, és meg is kell, hogy állítsuk itt a Kárpát-medencében. A végső megoldás azt jelenti, ismételten, ami már régi, több ezer éves cél, az állam megsemmisítése, és a magyarság, mint a történelemben létező nép, kultúra, hagyomány, küldetés megszüntetése, felszámolása. Ennek egyik eszköze a vagyonától való megfosztás, amely ugye elindul már a 70-es, 80-as években, megindítja, előkészíti a privatizációt, egy olyan fajta vagyon átcsoportosítást, amelynek a lényege az, hogy a korábbi törvénytelen oligarchia magának megszerzi azt, amit eddig is uralt, mint állami vagyon, illetve átjátsza a megbízóinak, akik most már nem a keleti oldalról jönnek csak, hanem a nyugati oldalról is. Ennek következtében egyrészt az államot eladósítják, vagyonától megfosztják, másrészt a magánosokat is kirabolják, és ennek az utolsó fázisánál tartunk, hogy a magántulajdonban lévő földeket megszerzik, illetve az ingatlan vagyon, lakásvagyont is meg akarják szerezni. Nekem meggyőződésem, hogy a jelenlegi kormány, meg az előző, a Gyurcsány kormány, a Medgyessy kormány tulajdonképpen megbízást teljesítenek. Ők helytartók, nekik vannak gazdáik, és a gazdáik utasítását ők maximálisan végre akarják, és nagyon úgy tűnik, ha csak a magyar nemzet nem tér végre észhez, akkor nagyon úgy tűnik, hogy végre is fogják hajtani. Én bízom abban, hogy elkövetkezik rövidesen az az idő, amikor az egész magyarság azt fogja mondani, hogy eddig és ne tovább. Állj. És sokszor vitatkozom jogászokkal azon. Nekem szent meggyőződésem, hogy ezeket a bűnöket, amelyeket a magyar nemzet ellen, a magyarság ellen elkövettek, ezeket nem vihetik el szárazon. Mint említettem, önmaguknak kreálják a törvényeket azért, hogy az aljas gaztetteiket törvény mögé bújva tudják elkövetni. De ez szerintem nem így működik egy normális demokráciában, hanem úgy működik, hogy aki bűnkövetel, az bűnhődjön is megérte. Az pedig, hogy hány évre visszamenőleg, nincs visszamenőleg. Aki nemzet ellen követel bűncselekményt, annak nincs elévülési ideje. Amikor arról beszélünk, hogy egy új jogalkotási folyamatnak kell itt következnie, egy új államalapításról van tulajdonképpen ebben az esetben, szóval ebbe beleértjük azt, hogy hát ilyen jogi környezet, ami ezt egyáltalán lehetővé teszi, erre nem lehet egy új államot fölépíteni. Itt egy alapvetően új jogalkotási folyamatnak kell következnie. Ha például a mai rendszernél valaki rendszerre kapcsolatban jogfolytonosságról beszél, illetve a jogfolytonosság helyreállításáról beszél, ki kell mondania, hogy a megszállás, tehát 1944-től 1991-ig, amikor a szovjet csapatok elmentek, a rendszer törvénytelen. És akkor a 89-90-es átmenet után a rendszer félig meddig törvényes csak, vagy félig törvénytelen. Hiszen megalapozottsága is problémákat vet fel. Amikor a 1989-es magyar alaptörvényt, vagy alkotmányt, mindegy, hogy mondjuk, megfogalmazták, ideiglenes volt, hiszen az a országgyűlés, amelyet ugye nemzetközileg elfogadtak, formailag volt egy látszat törvényessége, de mégsem volt úgynevezett legitim, tehát mindenki által akart, és ezért mindenki által elismert törvényalkotó közösség. Az alaptörvény tehát úgy maradt, ahogy az átmenetre ideiglenesen elfogadták, és négy országgyűlés választásai azóta épülnek rá, állnak rá ennek az alaptörvénynek a platformjára. Tulajdonképpen van is baj abból, hogy igazában nem érzik sem a tisztségviselők, sem a nemzet tagjai úgy magukénak ezt az alkotmányt, ahogy valaha
Rákóczi vagy a szabadságharc idején mondták, hogy meghalunk érte, mert ez az identitásunk. Ezért nem hal meg senki. Hagyják torzítani, átlépni, ha éppen kényelmes. És ez nagy baj, mert elbizonytalanodik a jog. A történeti alkotmányunkat 44-ben és 45-ben a megszálló hatalom eltörli. Ennek a beteljesítése az 1949-es kartális új szovjet típusú alkotmány. Ez pontot tesz a magyar történeti állam és a magyar történeti alkotmány végére legalábbis. Ezért született. De törvénytelen, mert egy külföldi megszálló hatalom akarata ez. Ráadásul egy diktatórikus rendszerről is van szó. Na most ugyanennek a törvénytelen diktatórikus rendszernek az országgyűlése fogadja el a 89-es, 90-es alkotmánymódosításokat. Na már most, ha az törvénytelen, a helyzet nem változott, ez is törvénytelen. Tehát ezért kell a jogfolytonosságot helyreállítani. Kimondani azt, hogy az eddigi nem volt törvényes, vagy törvényessége megkérdőjelezhető. Jogfolytonosság helyettese csak ekkor van értelme. És hogy a törvénytelenből törvényes csináljunk. És azt pedig úgy lehet csinálni, hogy visszanézzük az elmúlt 60 évben, ami történt, abból mit ismerünk el, fogadunk el, és mit nem. Tiszta lappal kezdünk. Hogy ami eddig történt, és az egész közösség életét befolyásoló döntés volt, akár államosítás, akár magánosítás, akár államadóság, akár a rendszer által elkövetett bűncselekmények, akár a népszuverenitás korlátozása alkotmányos alapon. Ezeket mind felül lehet vizsgálni. A jogsértés jogot nem alapít elve rendkívül fontos elv, hiszen nem csak a jogszolgáltatásnak az alapelemeit tartalmazza, hanem az igazságszolgáltatás alapelvét és alapelemét is. Ebben az elvárásban a társadalmi erkölcs testesül meg és jelenül meg. Ha jogi aspektusból vizsgáljuk a kérdést, akkor sajnos le kell szögezni, hogy a mai alkotmánnyal ezt az elvet megvalósítani nem lehet. Ezt az elvet egyetlen egy módon lehet megvalósítani, ha visszatérünk Deák szelleméhez, és ha tovább megyünk, visszatérünk az ősi alkotmányunk szelleméhez. Abban az esetben, amennyiben egy új, de a régi alapokon nyugvó alkotmányunk lesz, ami remélem, hogy előbb-utóbb meg fog születni, abban az esetben ezt az elvet érvényesíteni lehet. Ha lesz olyan felelős kormányunk és olyan felelős parlamentünk, amely ezeket az eszméket magáénak vallja, akkor a megoldás egyszerű, mert akkor olyan törvényeink fognak születni a nemzeti érdekek mentén, amelyek a megoldást tálcán kínálják. Nem elég intézményi reformok, hogy az elnök vagy az államfő közvetlenül megválasztott legyen, kétkamarás országgyűlés, az önkormányzati rendszer megerősítése, az állami számvevőszék helyzetének megerősítése, a Nemzeti Bank helyjogi állásának újragondolása. Ez nem elég. Mi a tartalmi jogfolytonosság helyreállítása? Az, hogy a hatalom teljessége nem a népé, hanem a Szent Koronáé. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos kérdések, amely nem többségi döntés következménye vagy feladata. Mik ezek a kérdések? Egy, a nemzeti vagyon. A legfontosabb dolgok, amely egy közösség biológiai létezését garantálják, biztosítják, ki kell venni a teljes forgalomképesség alól. A víz, a föld, az ásványkincsek. Ennek a rendszere ma is működtethető, sőt, így modern egy mezőgazdaság ma a világban. Tehát nem többségi döntés, hogy eladjuk a földet, vagy a vízrendszert, annak működtetését, a gáz, stb. Nem többségi kérdés. Nem népszuverenitás kérdése. Ezt mi csak gondozásba kaptuk magunk és mások javára az igazság érvényesítésére az egész világból. És mi a másik kérdés, ami a Szent Korona szuverenitásához tartozik? Ez a Szentből a fakad, ami küldetésünkhöz kapcsolódik. A Szent azt jelenti,
hogy van fent és lent, teremtő és teremtett világ. Tehát van egy létező világ, ami előbb volt, mint mi ember. És ennek van egy örök értékrendje, amely akkor is létezik, ha mi nem vagyunk. Tehát ez az örök értékrend nem vita kérdése, elfogadás kérdése. A legelső és legfontosabb dolog a magyar társadalom lelki állapotának a helyreállítása. Ki kell törnünk minden, bármi történik, és bármilyen áron, ki kell törnünk a hazugságnak és a félelemnek ebből a megbénítő mozzanatából. Ez a legelső aktus. Ez a dráma akkor jön el, amikor a magyar társadalom rájön, hogy nem kell tovább félnie attól, hogy a falnak szorítják, mert ugye ez a félelem azért valóban jogos volt az elmúlt évtizedekben, és azért nem kell félnie, mert már benne van a falban. Tehát megtörtént, és aki már benne van a falba, azt szerencsére nem tudják a falnak szorítani. Tehát ezekkel a felszabadító élményekkel kell, hogy átélje a magyar társadalom, hogy nincs tovább. Ez a gondviselés megnyilatkozása, mert a gondviselés csak a mi bátor és becsületes cselekedeteinken keresztül tud megnyilvánulni. Ezek a bátor és becsületes cselekvések csak addig látszanak hihetetlenül nehéznek és kockázatosnak, amíg el nem kezdjük őket megcselekedni. Amint elkezdtük, és ez reményeink szerint rövid időn belül bekövetkezik, ki fog derülni, hogy a szakrális valóság, ahol a csoda az egyetlen realitás, a szakrális valóság pillekönnyű cselekvési sorát kezdjük el, amelyek csak addig tűntek iszonyatosan nehéznek, veszélyesnek és kockázatosnak, amíg nem volt merszünk megkezdeni ezeket. Egyfajta elszámoltatásnak kell következnie azokkal kapcsolatban, akik az elmúlt időszakban elképesztő mélységekbe vitték ezt az országot, és mondhatjuk nyugodtan így egyszerűen kirabolták ezt az országot, akik magánvagyonokká alakították a nemzet vagyonát, akik gazdasági dinasztiákat építettek. Ehhez sajnos persze olyan erő kell, és olyan erővel, elementáris erővel kell a társadalomnak szembefordulnia ezzel az érdekkörrel, amely kellő felhatalmazást ad a parlamentben ahhoz, hogy akár egy új alkotmányozási folyamat is elindulhasson, amely az előjogokat újra előveszi, amely a büntettek elévülési problémáit ismét előveszi, amely a mentelmi jogokat adott esetben, ami mögé ez a társaság hosszú ideje most már elbújik, tehát ezeket a jogokat ismét újrafogalmazhatja. Az a drámai folyamat, amelyben újra kívánjuk tárgyalni az alapvető feltételeit a birodalommal, a globális birodalommal való erőforrás alkunknak, az szorosan összefügg azzal, hogy a magyar társadalom számára világosan fel kell vázolni, hogy mi is történt itt az elmúlt nem 7 év, mert ez döntő fontos, hogy nem csak az elmúlt 7 évvel kell elszámolni, hanem kb. 37 évvel. Az én lelkem is megkönnyebbülne és megtisztulhatna attól, ha végre a nemzet ítélőszéke előtt szembesülhetnénk azzal, hogy személy szerint kit milyen felelősség terhel az elmúlt 37 év iszonyú tragédiáért. Hogy ki, mikor, hogyan hajtotta végre azokat a parancsokat, amiket ugye liberalizálás, deregulálás, privatizálásként emleget ez a világparazita, mert amikor mi, ki tudja hány százan, akik mondjuk kormányzati szerepkörben voltunk az elmúlt 37 évben, oda kerülünk a nemzet ítélőszéke elé, a nemzet nem csak felettünk ítél, hanem önmaga felett is ítél, mert minden együttműködésben ment valamilyen. Itt ha úgy tetszik, az áldozat is felelős annyiban, hogyha nagyon hosszú időn keresztül hagyja, hogy olyan erők uralkodjanak felette, megint csak ugye utalnék a hazugság és félelem összekapcsolódására, amelyek folyamatosan egyre inkább elpusztítással fenyegetik. Ő pedig nem csak hagyja ezt, hanem bizonyos értelemben behódol és szolgálja is azokat a erőket. Tehát magának a nemzetnek, mint közösségnek is el kell tudnia számolni ezekkel a rendkívül súlyos lelki torzulásokkal és roncsolódási folyamatokkal. Törvénybe és országgyűlési határozatba kell iktatni, hogy mit akarunk. Hogy mennyi idő alatt érjük el, az egy következő kérdés. De hogy ebben töretlenül kell munkálkodni, és ezeket a törvényeket végre kell hajtani, és úgy kell kőbe vésni, hogy azokat a különböző külföldi és belföldi durva támadásokat, kirablási kísérleteket többé ne merje senki megkezdeni próbálni, és ne tudjon rést találni ezen a szándékon, ez az első lépcső. Magyarországnak szüksége van elfogadott, nemzeti konszenzuson alapuló egészségpolitikára, mert ez eddig nem volt. Kell csinálni egészségpolitikát.
és utána ezt az egészségpolitikát végre kell hajtani. Ennek az egészségpolitikának az egyik alappillére az egységes, egyszerkezetű, nemzeti társadalmi egészségbiztosítási intézmény létrehozása és megerősítése, és akkor, ha garantált egészségbiztosításunk társadalmi alapon van, társadalmi egészség ellenőrzéssel, ehhez felnövekvő források vannak, mert azt mondja a politika, hogy a magyar nemzet számára humán oldal megerősítése szükséges, akkor ezek olyan ígéretek, amelyekkel el tudunk indulni, és amelyek hitet adnak ahhoz, hogy érdemes is kell ezen az úton tovább dolgozni. Az oktatás és az egészségügy az a két fő pont, amire Magyarországnak fókuszálnia kellett volna, és fókuszálnia kell, és bár én magam orvos vagyok, és egészségügyi, de nem azért, mert az én drága feleségem és az én drága jó anyám emléke kötelez rá, hanem azért, mert a hitem szerint tudom, hogy az oktatás és az egészségügy így van. Hogy az egészségügyben és a gyógyításban állandóan szembesülnöm kell a rendkívüli módon megvert oktatásból fakadó össznépi tájékozatlansággal, butasággal, kiszolgáltatottsággal. Tehát ezek a dolgok nagyon szorosan összefüggnek. És ezt a két pillért, ezt a két fatörzset akarták állandóan elfűrészelni az elmúlt időszakban, és ezt a két pillért kell nekünk megvédeni, és felépíteni, és megerősíteni ahhoz, hogy erre nemzetet és országot lehessen építeni. Amikor Klebersberg Kuno úgy fogalmazott, ott a Trianon utáni még tragikusabb helyzetben lévő Magyarországon, hogy mivel nemzetvédelmi minisztériumunk lévén, hogy ugye a hadseregünket is lényegében felszámolták, nem lehet, ezért innentől kezdve az oktatás és kultúra lesz a nemzetvédelmi minisztérium. Újra ugyanebben a helyzetben vagyunk, a nemzetvédelmi minisztérium döntően éppen az oktatással és kultúrával foglalkozó minisztérium kell, hogy legyen. Létre kell hozni tehát azokat a feltételeket, ahol a magyar társadalom végre valóban szabadon, nemzetként, egységes nemzeti közösségként valóban szabadon gondolkodhat el önmagáról és a világhoz való kapcsolatáról. Nemzeti vezetőkre van szükség, nemesekre, magyar nemesekre van szükség, olyan emberekre, akik hazájukért, nemzetükért áldozatot képesek hozni, lemondani akár a vagyonukról, és úgy, ahogy eleint tették, akár az életükről, ha a nemzet azt megkívánja. Ugye Petőfi azt mondta, hogy a szerelem az első, de a haza előzi. A helyes érzék valóban az lenne, hogyha a egységes nemzeti közösségért az egy személy akár az életét is hajlandó lenne feláldozni, mert érzi, hogy annak a része és az által létezik. A nemzet együtt többet tud elérni, mint az emberek külön-külön összegzett teljesítménye. De ez az anyagi szervezettség frontján áll, ugyanakkor a közös megőrzésében, továbbadásában, az identitás megőrzésében. Ott meg nem a nyereség a lényeg, hanem pontosan ennek az eszmei értéknek, ennek az érzelmi közösségnek a megtartása. Egy nemzetstratégia alapvetően két fontos elemre épül, a felismerésekre, annak a helyzetnek a beazonosítására, elbeszélésére, amelyben vagyunk, és annak a megbeszélésére, hogy amikor majd elkezdünk közösen, hosszú távon, összehangoltan cselekedni, akkor ez hogyan fogja érinteni az egyes személyeket, illetve az egyes társadalmi közösségeket. Ha ez a szabadság létrejön, akkor a legelső és legkényesebb kérdés a birodalmi függésünk megbeszélése. Ebbe beleértve természetesen az egész média rendszert is, az egész belső nyilvánosságot, az egész diskurzus teret, iszonyatos konfliktusokra számíthatunk, alig ha véletlen, hogy a globális véleményhatalom elsősorban ezt szállta meg. Bábel torony legendájából pontosan tudjuk, hogy aki el akar veszíteni egy közösséget, az összezavarja annak nyelvét, és akkor utána nyert ügye van, mert ha egy közösség önmagával sem képes szóba állni, akkor nyilván korlátlanul kifosztható. Tehát éppen ezért először nyelvi beszédközösségünket kell helyreállítani, iszonyatos erejű
profitérdekek, és még ennél is nagyobb hatalmi érdekek fűződnek ahhoz, hogy a magyar társadalom ne legyen képes visszaszerezni a szellemi, erkölcsi önállóságát. De nekünk meg minden áron, és itt szeretném ezt megnyomni, minden áron, minden rendelkezésünkre álló eszközzel vissza kell szerezni ezt a szellemi és erkölcsi önállóságot. Ha a következő, vagy az azt követő kormányok és politikai erők nem fogják ezt a célt szolgálni, akkor következik a magyar nemzet tagjainak a feladata és felelőssége, ami pedig nem jelent mást, mint egy olyan civil összefogást és egy olyan akarat érvényesítését, amely adott esetben képes arra, hogy ezeket a kormányokat elűzze, és egy olyan kormányt hozzon, egy olyan parlamenttel, amely a nemzet által meghatározott legfontosabb alapelveket magáévá teszi. Tehát maximum 2 éven belül eldől, hogy a választások utáni új kormány a régi, megbukóban révő rendszer utolsó kormánya lesz, vagy a reményeink szerint felépülő új rendszer első kormányává válik. A személyünkben való megújulás az áloga annak, hogy megújuljon a nemzet. Tehát ezt kívülről nem lehet megvalósítani. Ezt csak magamban tudom elkezdeni, és mindenki csak magában tudja elkezdeni. Tehát nekem kell saját magammal számot vetni, hogy ki vagyok én. Milyen hitványságok vannak bennem, és milyen talentumokkal volt lehetőségem megszületni, ebbe a létező valóságba megérkezni. És az a feladat, hogy a gyöngeségeket megpróbáljam orvosolni, a bennem lévő jót pedig elfogadni, a lehetőségeimet megismerni, elfogadni, és azt kamatoztatni, nem csak saját magam, nem csak a családom, hanem a közösségem javára is. Itt kezdődik minden. Csak ezt tudja a helyes önismeretre alapozott egészséges önbizalmat biztosítani. Külön-külön is, és a közösségben, összességében a nemzetben is. Örömmel tapasztalom, hogy az utóbbi 1-2 évben elképesztő erővel törnek elő a magyar társadalom, a szakrális magyar nemzet, eddig részben talán nem létezőnek, vagy lefolytottnak, mozgósíthatatlannak vélt erőforrásai, és ezek az erőforrások gyakorlatilag emberi szeretett közösségekbe szerveződve, megint csak a szer, ugye, már is elkezdték ezeket az öngerjesztő, önépítő, nemzeti önépítő folyamatoknak a megalapozását. Erre vonatkozóan van személyes tapasztalatom, hogy van egy nagyon jó lehetőség, ez pedig a hagyományos régi magyarországi kárpát-medencei zarándoklatoknak a felelevenítése. Egyéni és közösségi szinten is. Egészen más egyénileg gyalogolni, zarándokolni, és egészen más közösségben. És ezért jött az a gondolat nagyon sok kárpát-medencei magyar embernek a lelkében, hogy Máriacell és Csíksomlyó összekötésével ki lehet alakítani egy közép-európai zarándokutat, amely alkalmas lehet arra, hogy kiki személyében vagy éppen közösségében vissza tudjon találni arra a közös ősi útra, amelynek a magaslatában ott van a mi nagy boldogasszonyunk. Az a nagy boldogasszony, akit az én egyszerű földműves nagyapám, mint keresztény ember Szűz Máriaként, Isten anyjaként tisztelt, mint a természetbe beleszületett és a földet művelő természet közeli ember, pedig a földanyaként tisztelt. És ettől még az ő hite, keresztény hite nem hasonlott meg, hanem teljes egészében világos és egyértelmű volt számára, hogy a kereszténység előtti időszakban is ugyanaz volt az ő őseinek a hite, hitének alapja, és arra épült rá, arra telepedett rá tulajdonképpen a kereszténység, mint ahogy a mi turul madarunk. Hitem szerint nem más, mint az éltető erő, a létben tartó erő, ha úgy tetszik a Szentlélek, amely a keresztény jelképrendszerben galamb formájában ölt testet, és nekünk ebből az éltető erőből is nem egy galamnyi jutott, hanem egy nagyon madárnyi, egy turul madárnyi. Éppen ezért nem szabad nekünk elkeserednünk és föladnunk a közös jövendőnket, mert mindig megteremtődhet a történelemben az a pont, amikor vissza lehet venni
azt, ami a miénk, a megélhetésünkhez szükséges talpalatnyi földet. A mi szent koronánk, a szűzanya, akkor egyrészt a világ királynője, másrészt Magyarország királynőjének koronáját viseli, és ő maga is a világ királynő és a Magyarország királynő, akinek a koronája a szent korona, ezt a fajta küldetést, ezt a beteljesülést és kiteljesülést mutatja és bizonyítja. A szent koronának az érvénye soha nem volt nagyobb, mint most. Soha nem volt nagyobb szükség erre a rendezőjelre, Istentől való személyiségre, aki magát Jézust idézi meg, túlmutatva önmagán, mint most, hiszen a szent korona rendezőjelbe teheti meg azt a csodát, hogy a lakossággá züllesztett nemzet újra önmagára talál, hogy a lakossággá züllesztett nemzet újra rátalál az egyetlen törvényre, az élő Isten egyetlen törvényére, a szeretetre. Arra a szeretetre, amely a mi szokásrendszerünkbe hagyományát tisztelő vidéken a mai napig kovászként jelen van. Az régen rossz lesz Magyarország, a magyar nemzet számára, hogyha egy turulszobor emlékműként fog majd magasodni, azt mutatván, hogy valamikor ezen a vidéken éltek magyar emberek, akiknek mélységesen mély közük volt ehhez a szoborhoz és a szoborhoz kapcsolódó eszmeiséghez, történelemhez. Mert hogy jó értelemben az erőforrás megújításáról mutat példát, sőt, hogyha utána nézünk egy kicsit, hogy azokban a nyelvekben, ahol ismert maga a madár, a turul madár mit is jelent, valójában akkor találunk olyan jelentést is, hogy az életerő visszatér. A magyar nem szolgának született. Soha nem tűrte a szolgaságot, ja, hogy tűrni tudott, de soha nem vált szolgává. Ezért a forradalmai azok nem anyagi lázadások, hanem szellemi, erkölcsi lázadások a szabadság eszmének a mindenkori megélése. Azt hiszem, hogy amennyire nehéz küzdeni a láthatatlan ellenség, a globális gonosz ellen, annyival könnyebb a helyzetünk, mert a magyarság mindig eszmékben és ideákba gondolkodott. Úgyhogy a sátán nehéz helyzetbe került, mert Mihály arkangyal seregét sokan erősítik ebben az országban. Bízhatunk ebben a világ fölött örködő rendben, és ehhez a világ fölött örködő rendhez a magyarságnak évezredes, több évezredes kapcsolata van, amely túl fog segíteni bennünket ezen a nehéz helyzeten is. Meg fogjuk őrizni a segítségével azt a hazát, azt a földet, amit a magyarság évezredek óta itt használ, és amely a további időszakra is hazát kell, hogy jelentsen számára. Az új szövetségben találkozhatunk azzal, Jézus mondja, nem szó szerint idézem, hogy te vagy Istennek a háza, Istennek a hajléka vagyunk vele mennyien, ő a lelkünkben lakik, és ha valaki házában, lelke házában a Jóisten lakik, akkor sokan megférnek benne. Akkor megfér benne a testvérem, megfér benne édesanyám, édesapám, megférnek benne az öregszülők, megférnek benne a sógorok, a komák, megférnek benne az ismerősök. Egy ilyen házban, amelynek Isten van a közepén, az egész nemzet elfér. A magyar haza a gyökereimet jelenti. Én egy olyan keverékvérű ember vagyok. Abban a szerencsés helyzetben lehettem és lehetek, hogy az én felmenőim közel 300 esztendeje egy meghatározott térségben élik az életüket. És a Nagy-Kárpát-medencei mozgásban óhatatlanul keveredett a vérvonalba egy kis olá, egy kis szerb, egy kis horvát, egy kis tót. Na de hát ettől vagyunk Kárpát-medencei nép, magyar nép, mert hogy a kultúra és a szellemiség az mindig a felszínen maradt, a korona alatt, és azt tudta egységesíteni ezt a sokszínű, soknyelvű, mindenféle gondolatisággal, kultúrával rendelkező
népességet közösségé, egy erős gazdasággal is rendelkező, meghatározó közösségé. Az én őseim ott voltak azok között, akik annak idején azokat a rögöket feltörték és termőre fordították, és az én őseim ott voltak azokban a harcokban, azokban a háborúkban, ahol a vérüket kellett hullatni a magyar embereknek, csak azért, hogy azt a földet meg tudják őrizni az utódjaik, a családjaik számára, mert az a föld biztosította a termőképességet és biztosította a megélhetést. Számomra a megélhetést, a hazát, a családommal, a felmenőimmel sokadíziglen biztosítja a kapcsolatot a Kárpát-medence. Most is, és én nagyon bízom, hogy legalább olyan hosszú ideig az én származékaimnak is ugyanúgy fogja biztosítani. Én imádok itt élni, a racionalitások ellenére is. És azt szoktam mondani, hogy én valójában csak akkor hagynám el a hazámat, hogyha kitiltanának innen. És ez egy olyan érzelmi kötődés, ami tényleg nehéz megfogalmazni, meg hát a családom múltja is ide kötött. Nekem számít az, hogy 1604-ből van családfám Vizsolyról, ami pedig Magyarországon található, és hogyha nem is ismerem ugye nyilvánvalóan személyesen mindegyik felmenőmnek az élettörténetét, de hát azért az valamiféle büszkeséggel tölt el, hogy még mindig vagyunk, és a sok vihar, vérzivatar ellenére még megmaradtunk. És nem akarok ezzel szembe menni én sem. Tehát magyarnak születtem, itt a helyem. Ma a magyarság öntudatára ébred, és számtalan jelét tapasztaljuk ennek az újraéledésnek, és úgy gondolom, hogy a magyarság történetében új történelmi időszak kezdődik. Visszanyervén méltóságát betölti a Kárpát-medencében és a világban azt a szerepet, amit a Jóisten a magyarságnak szánt. Ez a szent föld, ahova születtem, és őseink születtek, és remélem, hogy utódaim is ide születnek. És ez a nyelv, ez a környezet, ez a millió, ami sehol másutt a világon nem megfogható, sehol másutt a világon nincs, és ezért van az, hogy akik elhagyták ezt az országot, csak úgy nyugodtak, hogyha visszatérnek. Legalábbis a lelkük akkor nyugodt, még ha nem is mindenki vallja be. Számomra mit jelent az, hogy magyar haza, magyar nemzet? Mindent. Mindent a erdőtől, a edelényen keresztül folyó, Bódva folyóig, a parlament épülete, a magyar emberek, a magyar nyelv, a magyar kultúra. Számomra a magyar nemzet a minden. A gyermekeim, a családom, a szeretteim. Mi a nemzet részei vagyunk. És a nemzet ilyen apró részecskékből tevődik össze. A haza az nem kívül való része az embernek, az bennem él, általam él, általam létezik. Én hazának nem csak része, hanem egésze is vagyok. És nem tudtam ebből az egészből kiszakítani magamat. Képtelenségnek éreztem. Nekem ez a haza. Amióta felnőtt eszemet tudom, azóta minden cselekedetemmel ezt a nemzetet szolgálom. Sokszor botormódon, sokszor gyarlóan, sokszor esetlenül, de amíg élek, amíg a Jóisten lehetőségét adja ennek a szolgálatnak, addig ezt a nemzetet szolgálom. Dél-Baranyába, az ormánság szélén, ha a diófa éveken át nem termett, meddő volt a diófa, akkor a parasztember a dióverő póznával jól megverte az apró ágakat, és a következő évben termőre fordult. És erre szokta volt nagyapám mondani, hogy a magyar olyan, hogy ahhoz, hogy teremjen, verni kell. Na már most jó ideje vernek bennünket, úgyhogy egészen biztos, hogy termőre fogunk fordulni. Én azt gondolom, hogy a magyar nemzet és a magyar haza egy Istentől rendelt küldetés. Ennek részesei vagyunk
mi mindnyájan. És részesei vagyunk személyenként is. Tehát a mi életünk, a mi cselekvésünk egyfajta küldetés beteljesítése. A küldetés pedig isteni küldetés. Az igazság, a szeretet érvényesítése, képviselete a világban. Én azt gondolom, hogy úgy tudunk igazán magyar lenni, magyarként élni, hogyha az isteni tanítás alapján először saját magunk életét próbáljuk a jó alapján szervezni. A jó alapján való szervezést jelentheti a szeretet gyakorlását, de ezzel emellett vagy ezzel együtt a munkánk rendes elvégzését és felelősségvállalást, magunkért és mindnyájunkért, a történetünkért, a jelenünkért és jövőnkért. Tehát a magyaroknak lenni egy küldetés beteljesítése. Magyarország pedig a küldetés beteljesítésének helye. A haza és a nemzet azok édesikertestvérek. Az egyik nem létezik a másik nélkül, és hogyha az egyik sebet kap, azt a másik ugyanolyan módon érzi és szenvedi meg. Az én számomra a haza az nem más, mint a nemzet számára az otthon. Enélkül nem lehet létezni, enélkül földönfutókká válunk, és ez az az otthon, amelyet a nemzetnek meg kell védenie, ha kell, akkor az élete árán is, mint ahogy ezt tették már nagyon-nagyon sokan magyarok. Számomra a nemzet az otthonon kívül, a hazával összekapcsolódóan, mivel a lelkünk része, egy szentély, ahova belépni csak fedetlen fővel és tiszta és nyitott szívvel lehet. És a haza az talán a legerősebb kapocs egy adott nemzet ősi és jövőbeni nemzedékei között. És számomra a magyar haza az pedig egy szivárvány, amely egész Kárpát-medencét befedi, és amelyet soha, de soha nem lehet európai égboltjáról letörölni.